Ezeknek a PZH 2000-eseknek a legénységét alkothatják majd azok a fiatalok, akik jelentkeznek a Honvédség újonnan meghirdetett toborzási programjára. Meghirdetem ezennel, az embert a vasra kettőt. A Homédelmi Miniszter csütörtökön a központi lőtéren tartott éleslövészeten hirdette meg az embert a vasra kettő kampányt. A hódmezővásárhelyi páncélozott kinizsi gyalogdandár után most a tatai első klapka páncélos dandár tüzérosztályába keresnek fiatalokat. A nyári toborzási akcióhoz hasonlóan most is bruttó 737 ezer forintos belépő várják a leendő katonákat. A bevonulás időpontja február 12-e lesz, és ezen a napon, illetve az azt követő napokon várjuk azokat a fiatalokat, akik ez iránt a lehetőség iránt érdeklődnek, ott helyben, már a jó bevált módszer szerint megtörténik az egészségügyi vizsgálat, a fizikai állapot felmérés, a pszichológiai elbeszélgetés, és szerződést is tudunk kötni azokkal, akik erre alkalmasak, és akikkel az állomány illetékes parancsnok együtt óhajt mű működni. A honvédelmi minisztere bejelentés alkalmával hangsúlyozta a Magyar Honvédség felébredt Csipke Rózsika álmából. Egy békehadseregből elindultunk a harc képességében növekvő haderő felé. Az utóbbi időben bebizonyosodott a harcterek meghatározó ereje a tüzérség, így vissza kell építeni ezt a képességet. Ez szolgálja az új kampány is. Örömmel jelentem, hogy a Magyar Honvédség sebességet váltott. Erről már a vezérkari főnök beszélt a lövészetet megelőzően. Böröndig Gábor elmondta, a világ legkorszerűbb tüzérségi eszközére keresnek most modern kori tüzéreket ha megnézzük önmagában, ez a legkorszerűbb 21. századi önjáró löveg egész Európában, nagyon jól bizonyított ugye, az orosz-ukrán háborúban. Ki kell hozzá, aki motivált, tudja, hogy hogy kell kezelni az új technikát. A playstation playstation a használata, az nagy előny egyébként ennél a technikánál, illetve az, hogy elkötelezett legyen, szeressen katona lenni. Az ember a vasra kettő toborzási program részleteiről mindenki az irányosereg.hu oldalon talál részleteket.